Sziasztok! A múlt héten beszéltem nektek párkapcsolatom előtti játszmázásról, aminek az a lényege, hogy ha valamiért leesik a tudatossági szintünk, idegesek leszünk, fáradtak, ingerültek, stresszesek, tehát igazából bármilyen negatív érzem hatalmába került minket, vagy valamiért le vagyunk szívva, akkor úgy próbál meg energiát szerezni, hogy a szereteinkbe rugunk, vagy adott esetben csak a kollégákba, a gyerekeinkbe, de igazából most főleg a párkapcsolat rész volt kidomborítva. Tehát mivel a párunkkal együtt élünk, ezért kézenfekvő módon rajta rúghatunk, vagy a párunk rúghat rajtunk. Na most itt ugye említettem, hogy a megoldás elsősorban a tudatossági szintnek a visszaemelése, vagy a feltöltődni, és akkor utána, utána kezdeni csak kommunikálni, és nem bántani a másikat. Na most van egy olyan része is a történetnek, ami látszólag egy picit más, gyakorlatilag szerintem ugyanerről van szó. Amikor egy olyan játszmázás történik, hogy nagyon féltékeny vagyok, vagy rá akarom venni a másikat olyanra, amit nem akarni, manipulálgatom, meg akarom változtatni. Tehát igazából bármit is csinálok, az egésznek az alapja az, hogy nem fogadom el őt olyannak, amilyen, és ezért megpróbálom őt valahogyan a saját szájézem szerint megváltoztatni és kirendíteni. És azt gondolom, hogy igazából ennek a lényege is pontosan ugyanaz, mint az előzőnek, hogy itt is egy alacsonyabb tudatossági szintről beszélünk, ami miatt nem tudom a másokat úgy elfogadni, ahogy van, és feltehetően saját magamat sem tudom ilyenkor elfogadni úgy, ahogy vagyok. Az ember, aki saját magát teljes mértékig el tudja fogadni, az a párját is el tudja fogadni, az a párját nem akarja megváltoztatni, és különböző trükkökkel a saját szájéze szerint átformálni sem. Mi a megoldás, hogyha belekerülünk egy ilyen helyzetbe, hogy különböző manipulációs trükkökkel próbáljuk a másikat megváltoztatni. Ugye az ezzel a gond, hogy valószínűleg nem is fogjuk felismerni, hogyha ebben benne vagyunk, de tételezzük fel, hogy felismertük, hogy nem jó dolgokat csinálunk. Azt gondolom, hogy a legjobb megoldás valahogyan felemelni a tudatossági szintünket. Itt nem feltétlenül elegendő elmenni egy picit pihenni, meg tünetére kezelni a dolgokat, hogy enni, inni valamit. Azt gondolom, hogy nagyon fontos ilyenkor önismerettel foglalkozni. Adott esetben, hogyha van valami elakadás a lelkünkben, akkor valamilyen terápiához folyamodni. Vannak nagyon mozgás jellegű terápiák is, úgy, mint akár csak elmehetünk sportolni, de elmehetünk akár jógázni, csikungozni, és tehát bármi olyan jellegű mozgást csinálni, ami feltölt minket, és amiközben tudunk egy picit gondolkodni önmagunkon. Tehát mindenféleképpen valamilyen mozgás terápiát javaslok, és hát azt, hogy figyeljünk önmagunkra, és próbáljunk meg egy picit a tudatossági szintünket megemelni, és felfedezni, mi miért történik, miért akarjuk mi a másikat megváltoztatni, mit nem tudunk benne elfogadni, mit nem tudunk önmagunkban elfogadni, és azt gondolom, hogy ha ezeken az utakon egyről a kettőre tudunk jutni, akkor tudjuk felöngyűríteni ezt a problémát. És mi a helyzet olyankor, hogyha látjuk, hogy a párunk van benne ebbe a helyzetbe, és ezt nem akarja felismerni, hát ez egy elég nehéz ügy. Ugyanis, hogyha másik még nincs kész arra, hogy felismerje, hogy ő, hogy is mondjam, belekerült egy ilyen spirálba, akkor ha fene-fenét eszik, akkor sem fogjuk tudni neki erre felhívni a figyelmet, és itt megint csak ugyanoda kerülünk, hogy el kell tudni fogadnunk őt úgy, ahogy van, és azt kell tudni eldönteni, hogy mi akarunk-e együtt működni azzal az állapottal, amit ő képvisel. Tehát felismerjük, hogy a párunk benne van egy ilyen játszmázó körbe, hogy minket mindenáron meg akar változtatgatni, elgondolkodhatunk rajta, hogy ez nekünk megfelel-e párkapcsolati szinten, akarunk-e egy ilyen párt magunk mellé, és ezt már innentől fogva nekünk kell eldönteni, hogy amellett, hogy elfogadjuk, akarjuk-e minden napunkba kapcsolódni ezzel a koncepcióval. Hát ez lett volna a mai gondolatmenetemnek a lényege. Azt hiszem, hogy most már elég jól kiveséztük a játszmázás témakörét, persze csak felszínes szinten. Azt gondolom, hogy nyugodtan érdemes tovább művelődnötök, olvasnotok ebben a témában, mert elég sok mindenkit érint. A jövő héten még nem tudom, miről fogunk beszélgetni, bár találtam egy nagyon-nagyon jó témát, amit érdekesnek találok, lehet, hogy ezt fogom kifejteni, hogy a beta-hím magatartás miért eredményezhet korai magömlést, úgyhogy szerintem erről fogok a jövő héten beszélni. Amennyiben ez most tetszett nektek a videó, tudjátok lájkolni, ezzel ki tudjátok fejezni a szándékotokat, hogy még több hasonlót szeretnétek látni a jövőben. A csatornámra pedig fel tudtok iratkozni, nehogy nem maradjatok, akár egyetlen részül is. Ilja János voltam, jövő héten újra találkozunk. Sziasztok!